Sziasztok, egy újabb speciális kis bejelentés videót láthatok, ahol tudtok szavazni klasszikusnak, hát ma már klasszikusnak számító FPS-ekről, melyiket játszom végig, magyar felirattal számotokra, a legtöbb az pedig update-elt felújított grafikával rendelkezik, a Half-Life 2 update egy feljavított, csinosított ilyen enhanced edition gyakorlatilag, ugyan Robi alias Husky Dog ajánlotta a movie, nem tudom milyen modot, de mondta, hogy vannak benne azért gondok is, úgyhogy végül inkább maradtam az update-nél. És hát természetesen ide majd a Episode 1-2 is hozzácsapódik később, magyar felirattal. A Stalker Shadow of Chernobyl, amelynek szintén van egy ilyen moddoltsága, tehát megvan Steam-en is moddolva van egy picit. Ez is magyar felirattal, aztán pedig a kiegészítői természetesen a Bioshock Remastered, ugye ez egy rendesen felújított, ha jól hiszem, vagy egy RE3.5, vagy RE Engine 4, most nem tudom, de a RE2-ről fel van újítva minden esetre, azt hiszem RE3-ra, legalább. Az Outlast 2, ugye egy híres FPS horror sorozat, az egyet, és annak kiegészítőjét bemutattam, ugye nem játszottam vele végigjátszást ki a YouTube-ra, de végignyomtam teljesen, és viszonylag tetszett. És hát annó olcsó volt a Steam-en, és akkor beszereztem. A Metro 2033 Redux, ugye ez a felújított, feljavított Metro 2033-as játék, ez is magyar felirattal. Ez a GOG-on van meg, de igen, megvan a Steam-en is, de ott csak az alapváltozat, még régről. A Borderlands The Pre-Sequel, az pedig részben magyar felirattal, mert nem teljes magyarítása. Ez a Borderlands-nek ugye a kiegészítője, az a második rész kiegészítője és egyben előzménye. Hol a gonoszokkal kell lennünk, ugye az első másik részét csináltunk, kóp végigjátszást, az elsőt azt végigjátszottuk, a másikat majdnem, a végén egy kicsit besokaltunk, de majdnem a végéig elvittük, de arról is csináltunk egy záró bemutatót Daviddel, ez pedig annak kiegészítője, lehet, az is lehet, hogy Daviddel folytatjuk, lehet, hogy kóba. Aztán van még a harmadik rész, tehát az még nincs meg, úgyhogy az majd egy későbbiekben. Egyelőre ezek azok az FPS-ek, amelyek most hát választásra válnak, akár több játékot is bejelölhettek, úgy van beállítva. És hát mit is akartam itt mondani nektek? Hát lehet, hogy lett volna még több FPS, csak most egyrészt ezek vannak meg Steam-en, meg Uplay-en, meg GOG-on, és ezek ez van magyar felirat, meg ezek vannak felújítva, nekem nagy részt így gondoltam, akkor nekem is legyen valami kis újdonság, meg nektek is, meg ezeket szeretem is, tehát a Borderlands-ről ott szerettem, bár az első rész az nagyon egy bevezető jellegű rész volt, de utána a kettőtől kezdve azért bepörgött, főleg álltok az a Pre-Sequel sokkal változatosabb, több holdon, illetve bolygón járhatunk, a három azt hiszem meg még jobb a helyzet, meg ott már Unreal Engine 4, a Metro 2033 Reduxnak nagyon jó hangulata van, jó története, viszont eléggé csöves, hát metróba járunk, de nagyon csővezérelt játék, tehát nem csak szó szerint lassan, hanem hát egy eléggé zárt környezetben játszódik, de hát végül is ennek így kell lennie. Outlast 2 ugye az egy FPS horror játék, nem is olyan hosszú, de állítólag elég jó lett, mondjuk azt mondják, hogy nem olyan, mint az egy, de nem sokkal marad el tőle. Eltérve az Amnézia sorozattal állítólag a kettő nagyon gyenge, most az a rebootja vagy milyen, az állítólag olyan rossz, Egyiptomban játszódik, de az még nincs meg nekem, de az Outlast 2-re azt mondják, hogy egész olyan, azt hiszem ilyen szektás horror. A Bioshock Remastered, ja, hát a Bioshockot ismertetek, 2007-2008 körül jelent meg, még akkor még Unreal 2.5 engine-nel, annak úgy kisajtolták mindenét, hogy akkor úgy nézett ki, mint más Unreal 3-as játék, szóval nagyon durva volt, és ennek egy felújított változat, azt hiszem Unreal 3 engine-nel, vagy valami ilyesmivel. Nagyon szerettem, imádtam a Bioshock Infinite-t, részt is imádtam, a kettőt nem, tehát az valahogy azzal eleve elvették azt a metódust, hogy egy gyengébb emberrel legyünk, és Big Daddy-vel. Nekem elvették a játék ízét is egy picit, bár persze más ellenfelek vannak és veszélyesek azok is ránézve, de valahogy mégsem az igazi, tehát úgyhogy az nem lesz, de ha ezt választátok, akkor szóval sok Infinite is lesz magyar felirattal. Stalker Shadow of Chernobyl, ugye hát nagyon sokan ismerhetitek, ez pedig ugye a híres neves, hát a Stalker regényből, illetve hát a filmből, hát alakult ki, bár nem egy az egyben azokat adaptálja,
de az az alapja, és ugye hát a Csernobili katasztrófát egy kicsit tovább és túl gondolva dolgozza föl egy hát ilyen taktikai FPS RPG elemekkel módban. Hát ehhez van még a Clear Sky, ami egy előzménykiegészítő, ami állítólag nem olyan jó, de mondjuk grafikailag egy javított változat, illetve tágasabbak a terek, még több ilyen tágas tér van, bár az alapjátékos bőven van. De azt mondom, a Clear Sky van a legtöbb, illetve ott még egy kicsit szebb képét mutatja a terület, viszont állítólag a csapatos mód, tehát ezek a bandák állítólag nem olyan jók, mint az alapjáték módszerei. Aztán van a Call of Pripyat, ami állítólag ennek a folytatása, bár szerintem egy az egyben ezzel a karakterrel, de utána játszódik. Tehát a Shadow of Chernobyl után az állítólag nagyon jó, ezt Robi alias Husky Dog is említette. A Half-Life 2 pedig, hát Half-Life 2, ezt gondolom mindenki ismeri. Ennek az update egy update-et változott a grafikailag, több effekt, HDR-es, stb. Ilyesmi. Úgyhogy igazából ezek vannak, meg a Vanillin, hát választhatok, hogy melyik a szívetek csicske, és akkor hát szerintem egy vagy két hétig lesz fönn ez a válasz lehetőség, tehát mondjuk, mit tudom én, 2 hét múlva vége mondjuk. Jó? Ez az 17-én, ha jól számolom. Tehát március 17-én vége, addigra valószínűleg végigjátszok pár játékot is, és akkor ez kerül be majd a helyére. Mert van már pár játék, aminek a vége felé járok. Úgyhogy választhatok. Jó szerivel. Kíváncsi leszek az eredményre. Valószínűleg majd egy idő után mindegyiket végignyomom egyébként, csak ilyet fel is fogom rakni persze, de most ti határozzátok, hogy mi legyen az elsődleges. Nekem mindegyiket szeretem, tehát én csak olyan játékokat, olyan listát rakok föl, amelyiket szeretem. Olyat nem csinálok, hogy mit tudom én kívánságra, csak akkor maximum, hogyha Patreonon írjátok, mert ez egy más kategória, de úgy egyébként nem szoktam csak úgy alapból, na, hogy most akkor vagy most megjelent új kód, akkor azon a kódot fogok nyomni, tehát alapból nem is nem szeretem az új kódokat, tegyük hozzá, tehát én általában mindig annak szoktam felrakni a listába, amiket én is szeretek. És amiket így vagy úgy valamikor mindenképp is kijátszanék, csak az időrendi sorrend nem minden, és ezt ti határozzátok meg. Búcsúzom tőletek, várom a válaszaitokat. Sziasztok!